Az eddig 100%-os Győr vendége volt a hétvégi fordulóban, a nyíregyházi Teke csapat. A győri legénység pedig megőrizte hibátlan mérlegét, a nyíregyházi TK-nak ezúttal sem sikerült a pontszerzés a férfi Superliga idei szezonjában. Fintáig sokáig versenyben voltak a nemzetközi kupában is érintett kisalföldiekkel, azonban a végjátékban végül alul maradtak, és 7-1-es vereséggel térhettek haza. Igazából a Győr otthonában mindenképpen úgy látogattunk el, hogy most már valóban a lehetőségekhez képest a legjobb csapatunkkal léphettünk dobóállásba, és mivel nem sok esélyünk van a pontszerzésre, ezért mindent egy lapra feltéve 5 párharcot is megkockáztatott a Hakker Dezső a párosításoknál. Ebből vélhetően 4 párharc volt a célunk, hogy egy nyerhető legyen, és akkor a csapatfa vagy ide vagy oda billenhet, de természetesen a Győr nagyon jó eredményeket tud oda-haza produkálni. Hát ez most sem volt más. Sajnos a 4 párharcból csupán csak egyet sikerült a Magyarorsi Péternek megnyernie, míg 2 párharcunk az utolsó előtti dobásokban mentek el, illetve a Hakker Dezsőnek az utolsó 15-ös tarolásánál látszódott már, hogy nem sikerül pontot szereznie, és azt lehet mondani, hogy így alakulhatott ki végülis a belső szetteknek köszönhetően a 7-1 arányú vereségünk, ami egy kicsit túlzó a csapatra nézve. A nyíregyházi tekések következő meccsükön Kaposváron állnak dobóállásba, az első fordulóból elhalasztott összecsapásokat pótolják az ellenfelek. A Kaposvár egy olyan mumus csapat számunkra, akiket még soha, de soha nem sikerült legyőzni a Szuperligában, sem idehaza, sem idegenben. Hát nagyon bízunk benne, hogy egyszer végre már megtörik ez a dolog, és akár nem bánnánk, ha akár most törne meg ez a rossz sorozatunk. Az előjelek igazából 50-50%-osnak mondhatóak. Korábbi években is mindig jól játszottunk Kaposváron, voltak kiemelkedő teljesítményeink, de valahogy mindig az utolsó pillanatokban elcsúsztunk egy-egy banánhéjon, és azt lehet mondani, hogy több ilyen mérkőzés nyertes lehetőséget is elszalasztottunk úgy Kaposváron, mint idehaza. Nagyon bízom benne, hogy a mostani rossz sorozatunk egyszer most már megszakad, és miért ne így szakadna meg. A Kaposvár után egy igazi nagy falat vár a nyíregyháziakra. A tavalyi bajnok Zalaegerszeg érkezik a Szabolcsi megye székhelyre. Ellenük igazi bravúr lenne a győzelem. Viszont a zalaiakat követően minden esély megvan a pontszerzésre, fintáig számára, hogy ezek a mérkőzések kiemelten fontosnak ígérkeznek.